Kezd összeállni a PMFC labdarúgó csapatának kerete a 2019-20-as szezonra. A Paks elleni találkozó után az UFC Szekszárd gárdáját fogadták a pécsiek a második felkészülési mérkőzésen, mely 8-1-es pécsi győzelemmel ért véget. Vas László vezetőedző azonban nem kíván messze menő következtetéseket levonni az eredményből, hiszen ezeknek a felkészülési mérkőzéseknek éppen az a lényege, hogy az újonnan érkezett játékosoknak lehetőséget biztosítsanak, valamint hogy a fiatalok is szerepet kaphassanak. Úgy gondolom, az intenzitást próbáltuk beletenni, azok, hogy vannak javítani való dolgok, ez egyértelművel nem vagyunk még egy összeszokott homogén csapat, tehát aki minden mozgást ismerne, úgyhogy azon vagyunk, hogy ezt a helyre rakjuk, és pont ezért mondom, hogy eredménye nem szeretnék igazából foglalkozni, ugye befolyásolta a mérkőzés alakulását a kiállítás, nálunk is történt egy sérülés, nem teljes létszámmal fejeztük be mi sem a mérkőzést, ettől függetlenül azt mondom, hogy voltak olyan dolgok, amik pozitívak, és a továbbiakban biztos, hogy szeretnénk ezeket tovább vinni és építeni. Az UFC Szekszárd bentmaradása az NB3-ban a 2018-19-es szezon végéig kérdéses volt, de sikerült. A PMFC elleni felkészülési meccsen a két kiállítás nem kedvezett az építkezésnek, fogalmazott Dienes Pál, a szekszárdiak trénere. Hiányzunk sérülés miatt is, meg még kettőt kiállították, úgyhogy úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésnek igazi szakmai értéke nem volt, de ennek ellenére azért nyilván nekünk is változtatni kell, mert úgy gondolom, hogy fegyelmezettebb hozzáállással azért elkerülhető lett volna ez a nagy arányú vereség. A találkozón a pécsi vezetőedző tesztelte az új játékosokat, így Helesfai Donátot a kapuban, Bohata Ádámot, Rácz Lászlót, Gaják Gergőt, Sági Milánt, Szabó Dominikot, Németh Márkot, Nemánja Nikicset, Tihanyi Olivért és Hegedűs Márkot, utóbbi azonban a találkozón combsérülést szenvedett.